Keresztmetszet. Mély interjúk a társadalom minden rétegéből. Szeretettel köszöntöm minden kedves nézőnket. Ez itt a Keresztmetszet. Én Steiner József vagyok, lelkész, teológus, különösen is a misszióval foglalkozó ember. És ebben a műsor sorozatban érdekes életpályájú emberek a vendégeim. Volt itt már olyan bűnelkövető, aki 30 évig ült börtönben, voltak rendőrök, kommandósok, rockzenészek, volt itt asztrofotós, csillagász, színész, iskolalelkész, sok mindenki. Ezekkel az emberekkel, akik a társadalom különböző rétegeiből jönnek, igyekszem mély interjút készíteni, hát amennyire ez lehetséges egy 40 percnyi időtartamban. Általában egy igeverssel vagy egy kis ige szakasszal szoktam felvezetni a műsort, és azt a vendéget, akit a stúdióba invitáltam, így lesz ez ma is. Jézus Krisztus szavait idézem János evangélium a 17. részéből, a 15. verset. Jézus Krisztus imádkozik ebben a mennyei atyához, imádkozik az ő tanítványaiért, a 12-ért, meg imádkozik mindazokért, akik majd a későbbiekben is az ő tanítványaivá válnak. Tehát mi értünk is? Mai emberekért, hívő emberekért, akik Krisztust akarják követni, értünk is szól ez az imádság. Így imádkozott hát Krisztus, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ebben az igeversben Jézus Krisztus arról szól, azt kéri a mennyei atyától, hogy a keresztények ne kiszakításra kerüljenek a világból, a jelen társadalomból, hanem éppen ellenkezőleg, hogy itt legyenek, jelen legyenek, itt és most, ahogyan mi is vagyunk, nem elkülönülve az emberektől, a társadalomtól, hanem ebben a helyzetben megőrzést kapva a mennyei atyától. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet az ön számára is, kedves nézőnk, és jó alapvetés a mai vendégünk életpályájának megértéséhez is. Mert hogy Kőszegi Dánielt köszöntöm a stúdióban. Kedves Dániel, szeretettel köszöntelek, örülök, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket is, és persze téged is. Úgyhogy kélek, állok rendelkezésre. Úgy hívtalak ide, mint üzletembert, aki felépítette a semmiből az ország legnagyobb villamossági kereskedését, aztán olyan cégek vezetésében munkálkodó embert, amely cégek az innovációban, különleges területeken vannak jelen, járnak az élen, de mint akinek egyszer s mind az életét meghatározza a misszió, különösen is egyébként a cigányok felé folytatott szolgálat. Mielőtt ezekbe részletesen belemennénk, én azt szeretném megkérdezni, hogy milyen impulzusokat kaptál te gyermekkorodban a családtól, amelyek azután ilyen irányba elindítottak? Egy speciális kegyelmi adatot lehetőség számomra a Jóistentől, mert mindkét szülőm komoly hívő ember volt, és én visszaemlékszem, hogy talán olyan 3 éves kor körüli időszakra, ez a 60-as évek legelejéről beszélek, amikor a szüleim rendszeresen minden nap igét olvastak, imádkoztak, és ugye ebből adódóan engem is, mint gyereket ugye odavittek, és hát bizony, amikor valami probléma, baj volt, ők sírva elmondták az imáikat, és én, mert kisgyerek, sírtam, nem tudtam, hogy miért, de velük együtt. Tehát innen kezdődött az a lelki élmény sorozat, ami aztán végigkísérte az életet, ahogy növekedtem, egészen a nagy döntésig, de gondolom az majd később fog kérdésként fölmerülni, hogy mi is volt az életemben a nagy döntés. Tehát, mint a szivacs, úgy fogtam szívtam magamban hát az Isten közelségét, a Szentlélek jelenlétét, a bibliai dolgoknak a valóságát, és ez nagyon fontos, meghatározó. Hát ezek a valóságok gondolom azért leginkább az éles helyzetekbe jönnek ki, hogy emlékszel ilyen kiemelkedő örömökre, vagy éppen kiemelkedő nehézségekre, amelyek szüleid életében úgy megmutatták, igen, az Isten jelenlétét? Ráadásul nagyon sokra emlékszem. Nagyon sokra. Nagyon sokra. Például biblia köröket tartottak, ekkor már nagyobb bacska voltam, ez azt jelenti, hogy felső tagozatos általános iskolás. Biblia köröket tartottak otthon a háznál, hát egy-két ember eljött a faluból. Aztán ebből nagy purpallé lett a faluban, mert hogy édesanyám pedagógus lévén, hát fegyelmi elé állították a járási akkori kommunista vezetés, hogy micsoda dolog az, hogy egy pedagógus, ugye, hívő vagy keresztény dolgokat művel, hát a pedagógus nem hihet, nem járhat templomba, stb.
A dolog odáig fajult, hogy végül kizárták őt a pedagógiából, és ugye az indok az volt, hogy Isten hitéről lemondani nem tud az anyám kizárásakat. Mert hogy ezt valószínűleg megvallotta az őt kérdező vagy kihallgató embereknek. Természetes. Uh-huh. És ugye ebből az következett, hogy egy faluban 5 évig, édesanyám részéről nem jött kereset, hát akkor nagyon szegények voltunk, ugye, és akkor csak a jóapám keresménye, ami az akkori áfésznál egy kereskedmi eladó, abban kellett élnünk. Tehát summa-summáron, és innen nehéz volt az élet, és innentől kezdve egészen odáig, hogy akkor el kellett hagyni a pedagógus szolgálati lakást, akkor miből építkezünk? Nulla, egyenlő nulla pénz állt rendelkezésre. Szóval sok ilyen dolog, és mégis megtapasztaltuk ezekben a nehézségekben is az Istennek a mindennapi kegyelmét, vezetését, például visszaemlékszem rá, a szüleim, mert eléggé feszített az egyik alkalommal, csináltuk a tetőt, és én már nagyobbacska gyerekként segítettem, amit tudtam, és hát kiderült, hogy akkor nap neki ki kellett már az egyik mesternek valamilyen összeget fizetni, jön a postás, kopasz úr, mert hogy kopasz Jenő, ugye bár az édesapám neve, kopasz úr, hoztak valamit, hogy küldtek magának. Pontosan annyi pénzt, valamelyik testvér valahonnan, ugye már nem is emlékszem, hogy pont honnan, pont annyit, amelyet ki kellett fizetni. Amit az a testvér sem tudhatott? Az sem. Csak itt a Szentlélek ez a csoda. És sok ilyen van, ezt most csak eszembe jutott az egy. Hát azért ugye abban az időben, amikor a pedagógusi pálya, ha sokat nem is fizetett, de biztos állás volt, és lakással járt, és ezt kellett bevállalni. Ugye sok olyan történetet ismerünk én az édesapám generációjából, hogy nem vették őket fel főiskolára, egyetemre, mert hívők voltak. De ha pedagógus volt, hát az a főben járó bűn volt. És ezt bevállalták Isten. Úgyhogy te ezt akkor így már gyermekként ezt láttad, ezeket a vállalásokat, a misszióért. Hogyne. A kertünk végében folyt egy aranyos kis folyócska, a túr, amiről ugye Petőfi úgy ír, hogy ott, ahol a kis túr siet beléje, mint gyermek a nyekebe ér, ugye, Tisza című versénél. A kertünk végében, és egyik alkalommal ősszel lementem a túrpartra, mert mindig iskola után szerettem, ugye kora délután. Hallom, hogy kacagva beszélgetnek asszonyok a part másik oldalán, szedik az almát. És az én anyám is a túr közöttük, és ő nem vette észre, hogy én nézem őt. Uh-huh. És jókedvűen szedte az almát. És elgondolkoztam rajta, hogy pedagógusként most abban a fehér köpenyében, amiben korábban dolgozhatott volna az iskolámban, ahol egyébként meg én is tanultam, uh-huh. De nem, itt szedi az egyszerű emberekkel az almát, de bevállalta a hite miatt, és számomra ez egy nagyon erős, kemény meggyőződés, erősítés volt, hogy nekem is ezt kell egész életemben tennem, hogy amire engem az Isten elhívott, az keményen, határozottan képviseljem, és álljak ki mellette. És aztán, hogyha ugrunk egyet az időben, ugye be is következett ez, amikor te már felnőtt lettél, önálló életed lett, egy elektronikai szervizt indítottál, működtettél sok éven át, és aztán onnan épült a vállalkozásod, egészen nagy méreteket öltött. Hogy élted ezt meg a gyermekkori nélkülözések után, vagy mi adott ebben egy olyan egyensúlyt, hogy ez ne egy felboruláshoz vezessen lelkileg, mentálisan, emocionálisan? Hogy nem vezetett felboruláshoz, az biztos, mert egy rövid kis sztorit hadd mondjak. Hogy? Hát ezért vagy itt. Jó. Tehát 7.-8. lehettem, amikor ugye közeledett az iskola év, a szeptember, ez augusztus második fele körül valahol volt. Jönnek a haverok, mondják, hogy békát lehet szedni, és a kecske békát a szomszéd községbe, Fülesden, 14 forintért veszik át kilóját. Hát akkor az viszonylag nagy pénznek számított a 60-as évek elején. Menjünk, srácok, szedjünk kecskebékát, hogy meg tudjuk kezdeni a tanulást, mert ugye iskolaszerek, stb. Nem volt pénz. Édesanyámnak nem volt munkája. És akkor kimentünk, villanylámpa, sötét, szemébe a békának bele, és gyűjtögettük a békát, tényleg össze is szedtünk szépen sok minden. Egyszer azt mondja nekem az édesanyám, hogy fiam, mi is kimennénk kecskebékát szedni. Uh-huh. Okay. Apámmal együtt kijöttek, nagyon kevés pénzünk volt. Volt olyan eset, amikor nem volt ki a 7-20 a kenyérre, mert annyiba került 7 forint 20 fillérbe egy kenyér. Igen, és akkor nézd már meg, hogy valamelyik ruhában nem maradt-e néhány fillér. Azt mondja, 7-20 kijöjjön. Igen, csak a kontrasztot szeretném, hogy érzékeled. Persze, hogyne. Tehát, hogy ki, és akkor mentem sorba, nézegettem a ruhákba, és tényleg néha-néha találtam 20 fillért, 30-at, 50-et, mikor mennyit.
hogy ki legyen a 7-20? No, hát szóval így kellett élni, körülbelül 5 éven keresztül egyébként. Tehát Isten sose próbál jobban, mint hogy elviselhetjük. Tehát ez a próbák ideje volt, de megtanultam, és amikor kontrasztról kérdezel, akkor bizony azt mondom, hogy ez a nehézség, a szegénység, a megpróbáltatás kontrasztja ott volt, na a békára visszatérve, mert nagyon érdekes, jönnek a szüleim is este. És akkor szedjük együtt a békát. Rizsföldről van szó, a Rizsföldnek ugye vannak vizes árkai, hát a 60-as évek elején Magyarországon a rizset termesztettek. Hát aki nem tudná, főleg a fiatalok biztos nem tudják, de akkor ez a szocializmus így működött. Mi ezt kaptuk, ezt kellett tenni. Úgy van. A táborban. Van. Igen. És kérek szépen, ugye elemlámpa belevilágít a szemébe a békának, hopp, elkapjuk kézzel a nagy kecske békát, ami kicsit undorító, ki hogy szereti. Nekünk gyerekként érdekes volt. A szegény anyámnak nem annyira. Ugye, és akkor ide volt kötve a derekára a hasára egy nejlezecskó, és amikor ott a békák elkezdtek mozdulni, a szegény sivítozott, jaj, de muszáj volt, szükség volt rá. És akkor ebből a nehéz élethelyzetből ma, ugye, kérdezett, hogy tudom ezt a kontrasztot, hát ez a kontraszt valóban, hogy előbb elektronikai cég, elektronikai szerviz, aztán később az elektronikával, ugye kereskedelemre váltva villamossági, ami azt jelenti, hogy mi úgy becézzük, hogy erős áramú villamosság, tehát 0,4 kilovolt. Igen. Ugye annak a kereskedelme, és akkor elkezdtük kicsibe, és akkor csak az egyik megye, másik, harmadik, stb. Utána az egész ország, és ma, amikor már átadtam ugye a gyerekeknek ezt a tevékenységet, mert összesen a cég az 450 embert foglalkoztat, és tényleg ma volumenében is ő a legnagyobb az országban a villamosági kereskedelme, ezt már a gyerekek csinálják, a nagy gyerekeim csinálják, de kétségkívül, valószínű ez az oka annak, hogy az ember kénytelen, ha tetszik, hanem szerény maradni, mert tudom, hogy honnan jöttünk, tudom, milyen nehézségből vezetett át az Úr, és tudok hálás lenni azért, hogy milyen jó, hogy ma nem kell békát szedni, vagy nem kell kalász szedegetni, mert azt is tarló után, hogy a kis malackának tudjunk enni, stb. Ezek mind benne voltak az életben. Igen. De a kontrasztot érzékelem. Igen, és hogy nem csak az adta ezt a kiegyensúlyozást, hogy gyermekkorban nélkülözés, és aztán a nagy cég, mert az sem így hullott be, hanem szépen lassan épült. Hát, talán azt itt elmondhatom, hogy én is villamosmérnökként kezdtem ugye a szolgálatomat, mielőtt Istentől megkaptam a elhívásomat, és emlékszem, amikor a Daniella még kicsi név volt, de már onnan vásároltunk, én erős áramú mérnökként ugye dolgoztam, és hát ma már a Daniellának mindenki ismeri a nevét, és ugye kikerülhetetlen. Viszont amire rá szeretnék kérdezni, hogy a te életedre mindvégig jellemző volt az, hogy nem csak ebbe a világi életpályába tetted be nagy energiákkal magadat, hanem az Istennek a küldetésébe, a misszióba is, és különösen is a cigány misszióba, erre kaptál elhívást. Egy ilyen pálapostoli utat választottál, vagy kaptál ebben, hogy saját kezed munkájából éljél, a saját dolgaidból éljél, és úgy szolgáljál le ebben a dologban. Erre hogyan vezetett el Isten? Miért erre fordultál a cigányok felé irányuló misszió irányába? Elég komplex a kérdés. Nehéz lesz rá röviden válaszolni, de megpróbálok, hogy tulajdonképpen én nagyon hálás vagyok azért a Jóistennek, hogy soha senkire nem kellett támaszkodni. Pál is azt mondja, hogy magam és a velem lévőkről is ezek a kezek gondoskodnak, írja Pál apostol. Tehát ezt az utat valóban sikerült választani, én kegyelemnek tartom, mindamellett, hogy tiszteletben tartok természetesen minden főállású lelkipásztort és missziómunkást. De nagy dolog, sőt, ahogy mondani szokták, hogy még a velem lévőkről is, sőt, még talán még azon túl is. Ugye tudtunk abból a sok jóból, amit a Jóisten megadott, adni másoknak is. Ez nagyon fontos. A 70-es évek, 80-as évek ébredési időszak volt számunkra. Ami azt jelenti, hogy főleg a 70-es második fele, akkor nagyon-nagyon sok ember, százak, ezrek jöttek. Debrecen utolsó hónap, a hónap utolsó vasárnapja, a hétvégéje, kompletten szombat vasárnap. Az első az ugyanez Budapest. És nagyon sokan jöttek. És nagyon sok áldásban volt részünk, és akkor is már mondjuk, hogyha 7 napból áll egy hét, akkor abból 5-öt biztos
a szolgálatban este. Nagyon sokat. Tehát hihetetlen idő. És a hétvégeket is. Tehát ez volt a, én úgy beszélzem, fehér misszió, tehát amikor a fehér ember felé kellett szolgálni. És egyszer elhozta az úr az időben egy nagyon elég nehéz megpróbáltatás, egy 4 éves megpróbáltatás volt. Ebből részletekben nem szeretnék beszélni, de megpróbáltatás volt. És ebben az időben az úr ugyanúgy szólt hozzám, mint korábban, vagy talán még keményebben, még élesebben, feltérképezte, hogy az én helyzetemet, emberi helyzetemet, álmokon keresztül. De már mire fölébredtem, tudtam a magyarázatot is. Tudtad, hogy ez tőle való álom? Tudtam, hogy mit jelent, tudtam, mit mond. Óriási. Igen, hatalmas, profétikus, ezt kell, hogy mondjam. Igen. És kérem szépen, egy ilyen álmot, ha mondjak el. Hát ugye ebben az időszakban, amikor ilyen nehézségeim voltak, akkor csendben voltam, nem mentem misszióba. Nem jártam igét hirdetni, mert bocsánat, ezt hozzá kell tennem, hogy 92-ben én föllettem, ugye avatva a lelki pásztor rá. Igen. Tehát nyilván munkám mellett, tehát nem főállású lelki pásztor, de végeztem ezt az evangéliumi szolgáltat. Tehát az egyik ilyen álom arról szól, hogy ások a saját kertemben. Mint ahogy régen is tettük ezt, hogy ásom a saját kert, és akkor mondja nekem, közben már mondja a lélek, hogy ez a te életed, ez a kert. Ás mélyebbre. És elkezdtem mélyebbre ásni, és ott egy verem volt a föld alatt, így elásva. Mint amiben a zöldséget szoktuk termeszteni, ugye régen nagyon használták ezeket a vermeket. 2 ajtót látok bezárva. Azt mondja, hogy nyisd ki. Kinyitom, és tele volt aranyal, gyémánttal, ezüsttel. Tehát többenet, mint a Alibaba 40 rabló meséjében, ugye. Azt mondja a lélek rögtön, ezek a cigányok, ezek az értékek, ezek a kincsek, és ez a te életed, ásd ki, csináld. És megértettem, hogy mit mond az Isten, hogy oda küld. Eddig a fehér missziót csináltam, tessék most már menjél a feketék vagy a barnák felé, a cigányság felé, mert az Úr ezt akarja. Pontosan megmondta a dátumot, hogy mikor fogok tudni elindulni, mert akkor olyan szituációt, hogy nem tudta menni. Hónapra pontosan megmondta, 2 év múlva az álomhoz képest, 2 év múlva hajszál pontosan elkezdtem a missziót, ahogy az Úr ezt megmondta. Így indultam a cigány misszióban. És azt mondja nekem az Úr, 2 érdekes másik kijelentés, az egyik az, fehérekre, mert addig ugye a fehér missziót végeztem, van nekik Mózesük és profitáik, hallgassák azokat. És ez nem pejoratív, egyáltalán nem. Igen. Senki ne értse félre. Ugyanis ez azt jelentette, hogy mennyi temploma van a fehér embernek? Nagyon sok. Mennyi gyülekezeti lehetősége? Mennyi lelki pásztor? Nagyon sok. A cigánynak mennyi? Semmi. Tehát ahova ő mehetne, mert amikor bement ezek előtt 20 évvel, igen. Kinézték, hogy a cigány miért ül mellém, ugye mondja a fehér ember, mert hát milyen illatok vannak meg, és itt. Konkrét történetről beszélek most, esetekről. Tehát neki nincs. Menj oda, és építsd ott. Másik eset, szintén ülök a irodámba, imádkozok, ebben az időben történt. Azt mondja nekem a lélek, hogy minden évben legalább 1 imaházat kell építeni. Ezt mondja az Úr. Ez egy szép kihívás. Minden évben imádkozom. Hát, mondtam az Úrnak, jó, Uram. Nem gondoltam bele, hogy ez mibe kerül, nem volt matematikai számítás, semmi. Jó. Azóta nem 1, 2, 3, mikor mennyit sikerül. Most speciál. Évente. Tehát már 40-en jóval fölül járunk. Ezek nagy része Erdélyben van, ugye? De van magyarországi területen is? 90%. 90% Erdélyben, Párciumban, Szilágyság. Igen. Uh-huh. A határmenti falvakban nagyon sok van, aztán van bent Székelyföldön is. Több mint 40, tehát sok tucat imaházat építhettetek, és emellett még most is járod a cigány településeket, gyülekezeteket? Ott vagy velük, közöttük? Igen, na most ma ez már nyilván, hogy ez egy csapatmunka. Tehát azt tudni kell, tehát nem egy embernek a dolgairól van szó. Az Erdélyi Baptista Szövetség az, akivel ugye kötöttünk egy megállapodást évekkel ezelőtt. Baptistákkal együtt dolgozunk, ők adnak lelkipásztort a missziómunkához, ők adnak missziómunkásokat, sőt, van teológiai tanárunk a cigány
cigányokhoz. Igen. Dr. Kovács József, lehet, hogy még te is ismered. Jóban vagyunk, igen. Kiváló teológiai. Nagyszerű kollégám. Most ő szerkesztett könyvet, vagy középfokon van nyilvánvaló ez az iskola. Igen. Cigányok járnak hűségesen, most a legutóbbi információm 91-nehány főről szólt, 4 éven keresztül csinálják ezt az iskolát. És ugye onnan, akik kikerülnek, ugye némelyeket be tudunk állítani a missziónkába. Már a cigányokat is be tudjuk. Ez nagyon nagy dolog, óriási dolog. A gyülekezetek száma közel 70, 61 nehány, pontosan most nem tudom a szám, ugyanis most is van plantálás éppen, tehát most éppen hol tartunk, mit lett már kézgyülekezetnek, vagy alakulófélben lévő, igen, az részletkérdés. És, mint említettem, ez az építkezés is van, hogy ugye nyilván kell nekik imaház, valamilyen gyülekezeti hely. Mi volt a cigány gyülekezeti helye eddig? És ezt is mutatta Jóisten, és döbbenetes. A kocsma. Igen. Hova mehetett a faluba? Öt hol? Hát a kocsmába. Az volt a közösségi összegyűlés helyszíne. A kulturális központ. Így van. Számára. Így van. Számára. Így van. És ugye szomorú a történet, mert a következmény ugye egy kocsmázásnak, azt tudjuk, most te is részletezzük, hogy mennyi nyomorúságot, családi nyomorúság, emberi nyomorúság következett ebből. Most már van nekik központjuk, az imaház, az Istenháza, és ez az öröm, hogy járnak is oda, és csinálják is. Innen folytatjuk a szünet után. Kedves nézőink, maradjanak velünk, most néhány perc zene következik, és utána Kőszegi Dániellel innen folytatjuk tovább a beszélgetést. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes, és ezért érdemes velünk maradni, tovább nézni ezt a műsort. Kegyelmed, Uram, olyan
Kedves nézőink, folytatjuk a beszélgetést Kőszegi Dániellel, aki cégeket épített fel, az ország legnagyobb villamossági kereskedését alapította meg, építette fel, és más nagyon innovatív területeken is dolgozik cégeiben, de az életét az Istennek a szolgálata is kitölti emellett, egységesen, összeintegrálódott egységként az ő életében. A szünet előtt arról beszélgettünk Dániellel, hogy hogyan hívta el Isten a cigányok közé, leginkább Erdélybe, de magyarországi területre is. Kedves Dániel, nagyon izgalmas volt, ahogy elmondtad ezt, hogy ez hogyan jelent meg a te életedben, hogy profétikus vezetést hogyan adott Isten egy álomban, és hogy mi mindent végeztek, hogy imaházakat is építetek, de ott vagytok közöttük, prédikáltok, segítetek nekik. Céloztál rá, hogy ez ma már nem megy egyedül, mert olyan kiterjedése lett a munkának. Mit lehet tudni a csapatról, meg kérlek szóljál arról a kedves én barátomról is, aki vezeti ezt a munkát, hogy dolgoztok ebben a csapatban? A Cigánymisszió Alapítvány elnöke Dan László, aki egyébként hivatásos professzionális lelkipásztor, baptista lelkipásztor, kedves jó barátom nekem is, nagyon sokszor együtt összejön a család, ugye, mint barátként is, és nagyon aktívan végzi ezt a missziót, nagyon sok szakember és segítőnk van. A lelkipásztorok száma durván 30 fő, misszió munkásaink is vannak, és gyakorlatilag az Erdélyi Baptista Egyház az, aki mögöttünk vagy mellettünk áll, és az ő keretein belül, egyházi keretein belül végezzük ezt a szolgálatot. Ami nagyon érdekes és talán fontos, és meg kell jegyezni, hogy sok külföldi segítőnk is van. Tehát azt, hogy mi 40 fölötti imaházat építettünk eddig föl, hát az nyilvánvaló nem ment volna önerőből. Olyannyira nem, hogy például Angliából egy volt NASA professzor, aki már egy idős ember, és nyilván nyugdíjas a bácsi, nagyon kedves, feleségével együtt, általában minden évben eljönnek hozzánk, meglátogatják a missziót, valamelyik gyülekezetet is, és ők, az ő alapítványa folyamatosan támogatja az építkezéseket, ezen kívül hollandok nagy mennyiségben és nagy erővel, és sokan. Tehát gyülekezetek, például van olyan, hogy iskola kompletten, de az általános iskola első osztálytól a gimnázium érettségig vivő egyházi iskoláról beszélek, ahol eljön 20-30 diák egy nyáron dolgozni, fizikai munkát is végeznek, kubikolnak meg azt, amit éppen kell egy építkezésen, jönnek velük a tanárok, még az igazgató is el szokott jönni velük, és aztán harmadolják a csapatot, egyik harmada x napig kubikol, a másik a cigány gyerekekkel foglalkozik, éneket tanít, a harmadik pedig főz, a harmadik harmad. Tehát ilyen szépen beosztják, tehát ők a hollandok, aztán van olyan például, zsidó ember, nem keresztény. Megmondta, hogy ő keresztény dolgot, ő nem. De az oktatást azt igen. Mondtuk, köszönjük szépen, akkor az oktatást, nagyon örülünk neki. Torontói illető egyébként. És hát kérem az oktatásukban, mert hogy ugye az előbb nem is említettem, hogy több mint 200 gyermek jár az iskoláinkban, mert hogy vannak iskoláink is, és különböző falvakban vannak, hát van olyan, hogy csak egy osztály van, ahol két-három osztály is van egy faluba, összesen jóval a 200 fő fölött, most pontos számot nem tudok mondani, annyi gyereket oktatunk pedagógusokkal, adunk nekik délben egy fogásos ételt, hogy legyen, mert ugye ez sem mindig megoldott a cigány családoknál, hogy normális kaját kapjon a gyerek. Utána pedig foglalkozunk velük, és nagyon szép eredményeket érünk el. Tehát van olyan falu, ahol az állami iskola első három legjobb tanulója, ami cigány gyerekeiből jön ki. Hát ez azért óriási. Nagyon jó bizonyság a környezetben. Volt olyan eset, amikor a magyar szülő megkeresett bennünket, hogy miért nem veszük fel az ő gyerekét. És mondtuk, hogy tetszik látni. A ti cigány programotokban. Igen. Mondjuk, ez hát sajnáljuk, ezt most nem tudjuk megtenni, mert nincs elég hely, és a cigánynak kell a hely. Nagyszerű. Igen. Tehát ezt is tesszük, úgyhogy hála jó Istennek, ez így halad tovább, és még egy másik fontos dolgot az előbb kezdtem említeni, a szolgálatot, a bibliaiskolát, amikor onnan kikerülnek emberek, és beállnak, és gyülekezetet plántálnak, mert nagyon fontos, hát azzal kezdünk mindig gyülekezetplántást, változzon meg a gondolkodása, változzon meg az életvitele, amit eddig rosszul csinált,
lásd alkoholizmus, lásd családi konfliktus férés-feleség között, és ugye hűtlenségek és más egyéb dolgok, ugye? Igen, mert igen. Ezek változzanak igen. Meg, mert ez az alapja mindennek. Hogy ne maradjon hiányérzet a kedves igen. Nézőinkbe, ugye, hogy elmondtuk, hogy gyermekkorodban milyen behatást kaptál hívőszüleitől, aztán egyszer csak most már ott látunk téged, hogy megéled a te hitedet úgy a világi munkában, mind a misszióban. Azért ezt az köti össze, hogy te neked volt egy személyes találkozásod Krisztussal a kegyelemmel. Ebbe bepillanthatunk? 14 éves koromban jutottam el oda, hogy nekem kell dönteni, hogy az életemet melyik irányba viszem. Tehát az egy dolog, nagyon jó, és öröm, hogy mit tanultam a szülőktől, de nekem kell dönteni, és ezt meg is hoztam ezt a döntést, én azt mondtam, hogy én Istennek akarok szolgálni. Uh-huh. Egyértelműen. És utána ezt követte nyilván a vízkeresztségem, amikor önkéntesen azt mondtam, hogy jó, akkor én megkeresztelkedek, mert így döntöttem. Utána hadd mondjam azt, hogy követte a Szentlélekkeresztség, teljetek be Szentlélekkel, ugye apostolok cselekedetei második rész. Le van írva, hogy az egyház hogy alakult meg annak idején, az első egyház. Így indult az egyház történelem gyakorlatilag. Igen, na tehát ennek is részesei lehetünk akkor, hogyha az Úrral járunk, és ezt mind 15-16 éves koromban éltem át, és utána nagyon-nagyon sok ifjúsági munkával és gitározva a templomokban, hát a 70-es években azért az egy specialitás volt a maga nemében. Akkor a barátaimmal együtt, és így próbáltuk ugye elvinni az evangéliumot, és nem csak Magyarországon, mentünk Romániába is, a Ceausescu időbe, és Erdélyben, ugye Kolozsváron például, hát azért nem volt teljesen veszélytelen abban az időszakban, és ott összehívtunk 40-50 fiatalt, magyar fiatalokat természetesen, és akkor beszélgettünk a Bibliáról, énekeltek, és így tovább. Tehát szép élményeink voltak, tehát így éltem meg akkor is, és ez az irány maradt ma is a felnőtt korban, már most már lassan-lassan ugye megöregedve, vagy idősebb kor felé menve, számomra az Istennel való kapcsolat. Köszönöm, hogy elmondtad ezt ilyen részletességgel. Mi azért régebb óta ismerjük egymást, de azért van egy olyan aktualitás, amire eszembe jutottál és meghívtalak, hogy nekünk óriási öröm és átélés volt az, hogy Debrecenben élhettünk Isten elhívására egy ideig, és ott a Trinity Baptista gyülekezetet plántáltuk feleségemmel, kezdtük a mi kis otthonunkba, kezdtük aztán 4-5-en, és nőtt tovább, hogy te ma ehhez a gyülekezethez tartozol, hogy el tudod mondani, hogy mit jelent egy keresztjén embernek, neked mit jelent az, hogy családoddal egy gyülekezetbe tartoztok, hogy te ott mit kapsz, mit vételezel, hiszen ahova máshova mész, ott mindenhol te adsz kifelé magadból. Hogy lehet táplálkozni? Köszönöm, nagyon jó kérdés, kár lett volna, ha ez kimarad, ugyanis hát persze elfogult vagyok, tehát elismerem, hogy nem tudok pártatlanul nyilatkozni, én azt mondom, hogy Kelet-Magyarország legszebb kis imaháza, amiben mi járunk, a Trinity Baptista gyülekezet, és nem is az a legfontosabb, hogy a legszebb, mert az. Van aranyos kávézója, hogyha bemegyünk, igen. Lehet társalogni, beszélgetni az embereknek, hanem van egy zseniálisan nagyszerű lelki pásztorunk, egy doktorált fiatalember, aki csodálatosan hirdeti az igét, Pavkó Tamás. Aztán a csapat, a gyülekezet nagy részt fiatalokból terülik össze. Tőlem egyetlen egy férfi van, aki egy kedves barátom, aki idősebb, mint én vagyok, de egyébként mi vagyunk a legöregebbek ketten a gyülekezetben, többi mind fiatal, és rengeteg pici apró gyerek, de vagy 60-80 közötti létszáma. Szóval itt töltekezünk föl, ez a lényeg, és az én családom is, mikor megyünk gyerekeimmel együtt, hát nyilván, ha én nem a misszióba megyek egy vasárnap délután, akkor oda megyek, ha meg misszióba megyek, nagyon sokszor egyébként a feleségem eljön hozzá kell tennem. Tehát ha teheti, eljön. Igen. Ő nagyon fontos támasz ebben, enélkül nem is menne. Igen. Tehát, hogy ellenszélben nem lehet dolgozni. Igen. Szóval, igen. Tehát a jobb kezem, akkor hadd fogalmazzak így, amikor sokszor jön velünk, a gyerekek is, ha tehetik, jönnek, ha meg nem, akkor egyedül. De nagyon nagy bázist és hátteret képez a Trinity Baptista gyülekezet számunkra. Na, ez nagyon örömteli dolog. Visszatérve egy kicsit a világi életpályára, a céges életre, ezt a nagy villamossági kereskedést már átadtad gyermekeidnek, ők viszik tovább, de hát azért te nem unatkozol most sem. Két olyan nagy projekt, vállalat is van, ugye, amelyek az innovációban jeleskednek. Az egyikre Áder János köztársasági elnök úr is felfigyelt az elmúlt időszakban. Elmondott, hogy mik ezek a fejlesztések, mit végeztek azon a területen? Nagy megtiszteltetés, hogy
elnök úr el is jött a standunkhoz is, és fel is figyelt rá, sőt egy podcastot is készített igen. velem a témában, ugye, mert villamos, nagy ösztömegű jármű villamos meghajtásáról van szó, szóval ez az Elektromega Kft-nk. Egyetemi tanárbarátom kért meg annak idején, hogy nem adnék helyet az ipari parkunkban, hogy ők kísérletezzenek. Szóval így indult a történet. Így indult a történet, és akkor elkezdtek őket kísérletezni, aztán egy idő után megkeresett, hogy nem csinálunk egy céget erre a célra, hogy fejlesszük ezt a meghajtást. De csinálunk. És akkor ezelőtt 7 évvel kezdtük el. És mit jelent ez a nagy tömegű? Mert az, hogy elektromos autók szaladgálnak az úton, ezt már megszoktuk, azért te azért különbség. Itt másban utazol. Bizony. Miről van itt szó? Hát ugye elektromos kukás autó, tehát az eleve 26 tonna. 26 tonnás hát autó. Nem egy személykocsi. Illetve most már nyerges vontató, ami hogyha meg van rakva, akkor 40 tonna. Tehát az nagyon nagy, komoly dolog, és na, és ez hány kilométert tud megtenni egy töltéssel? De ez hát, a nagy kérdés, mindig az elektromos. Világos, 150-200 között. Uh-huh. Attól függ, hogy milyen nagy, meg több mindentől függ, de nagyságrendileg már itt tartunk. Tehát azért az nem annyira rossz. És jó a technika, hál' Istennek, szépen a kollégák zseniálisan dolgoznak, nyilván mérnökök, megkutatók, stb. Tehát elég komoly hát, fejlesztési lépések történtek, iparjogvédelmi levédések, és így tovább. És most ott tartunk, hogy az elektromos kukásautót azt már tudjuk sorozatba gyártani, illetve az elektromos kamiont is tudjuk, sőt, tesszük is, jelenleg is tele van az üzemünk ilyen járművekkel, amiket éppen hát, csinálunk és hát, átalakítunk, vagy éppen újonnan csináljuk meg. Ezt a projektedet, ezt a vállalatot egy kedves barátom vezetheti, és múltkor láttam őt a TV híradóban ott nyilatkozni erről. Említetted, hogy egy podcastben meg a köztársasági elnök úrral lehet, ezt meg lehet hallgatni? Milyen címen kell erre rákeresni, hogy megtalálja, akit ez érdekel? Gondolom, hogy Áder János podcast, és akkor ott abban benne lesz, hogy Elektromega feltételezem. Elektromega, igen, az elektromos jármű, meg nagy ösztömegű jármű, azért mondom nagy ösztömeg, igen. Mert ugye 26 tonna, 40 tonna, hát ez a teszi a nagy ösztömeget. Uh-huh. Mondjuk károsanyag kibocsátásban, hogy érthető legyen, 15-20 személyautó károsanyag kibocsátását tudjuk nullázni egy ilyen ezzel. Teherautónak a károsanyag kibocsátását, uh-huh. hogyha kiváltjuk uh-huh. elektromosra. Tehát ti azért előre néztek ebben a jövőre, és az egész fejlesztés ajna. Arra megy, hogy merre kell irányulni ebben. Minden hívő embernek nagyon-nagyon fontos a teremtett világnak a védelme. Mi ezt a teológiában úgy hívjuk, hogy teremtésvédelem. Ugye a világi szóhasználat az, hogy környezetvédelem. Mi így nevezik, hogy teremtésvédelem. Az az Isten, aki létrehozta ezt a világot, szereti ezt a világot. Tehát nyilván mi használhatjuk, és az erőforrásai ott vannak az ember számára, de rombolni nem jó, nem szabad, Istennek sem tetsző, és ennek egyik fontos területe a hulladékgazdálkodás. Hát a másik nagy fejlesztésetek az pedig valami olyan terület, hogy ti még a használt üvegből is tudtok valami jót kihozni. Hát az meg micsoda? A hulladéküvegből, amit a hulladék az emberek üveg. Eldobnak, igen. Hát kérem, valóban így van, hogy ezeket mi feldolgozzuk, és hőszigetelő anyagot, új terméket állítunk elő a hulladék üvegből, amit eldobtak. Tehát hőszigetelő anyagot és feltöltő anyagot. Azért érdekes a feltöltő anyag, mert az átlagember nem igazán fogja érteni, miről van szó. Jó, tehát utak, hidak, hidaknak a két szélén, mikor döccen a kocsim, mikor igen. megyek, ugye? Na, ezt ki lehet védeni vele. Aha. Például aztán még a vasutakra is használható. Hát bizonyos helyeken, most ebben nyilván szakmailag nem megyünk bele, de használják Amerikába, Nyugat-Európában használják már, de Magyarországon eléggé ismeretlen volt ez a téma, mivel nincs ilyen cég, mindez idáig nem volt, mi vagyunk az első ebben is, mint ahogy a nagy ösztömegű elektromos járműhajtásban is, de ez is egy innováció, nagyon sok kísérlet tartozik ehhez, labormunka, minden részletében a technológiának azt mi dolgoztuk ki, sőt, ma már a gépészetét is mi csináljuk, kompletten, olyannyira, hogy most már az exportjában gondolkozunk, a gépészeti exportban jelenleg van is ilyen ügyünk, ahol külföldre telepítünk majd ilyen komplett üzemet, berendezésestől, mindenestől, úgyhogy érdekes. Mindezeket debreceni központtal működteted? Debrecen, igen, annyi, hogy Evesen van nekünk egy telepe, ami Debrecen mellett van, tehát szomszédközség.
És ott most építünk egy durván 1,5 milliárdos beruházással egy üzemet, hát nagyon szép. Meg is sokaknak tudsz munkát adni. Hát munkát is, igen, azt is tudunk adni. Az innováció nagyon szép benne, ez a fejlesztések. Igen. Mindig kitalálunk valami újat, most is van egészen új dolgok, amiket kollégáim fejéből pattan ki. Mikor kiéből, de kétségkívül óriási, de tegnap is például. Ír a kollega, hogy mit szerinte ez így meg úgy jó lenne. Visszaírtam, hogy jó, csináld, legyen. Most már azért benne járunk ebben az új esztendőben, a 2022. esztendőben. Milyen terveid vannak? Úgy komplexen, ami így elmondható, akár ebben a világi életpályában, és akár a szolgálatban. Miket látsz? Merre mehet ez az esztendő, hogyha Isten kegyelmes, és tovább működhet a mi világunk? A céges dolgainkban nyilván tovább kell fejleszteni, amit azon az úton tovább kell menni, amin elindultunk. Igen. Ez igaz a kukásautóra. Nagyon jó lenne, ha Magyarországon egyre több kukásautó elektromos lenne. Igen. Vitán föláll, cigány is a maga lovát dicséri, tehát akkor most ez magam felhajlott a kezem, mikor ezt mondtam, de kétségkívül, hogy szükség lenne az országnak arra, igen, hogy a dízelt kiváltsa, és ne dízel füstölögjön a belvárosi utcákon, hanem elektromos, ami... És igen, ráadásul lesz egy olyan fejlesztésünk, ahol a puttony, amiben szedik a szemetet, az is abszolút csendes lesz. Uh-huh. És akkor akár még olyat is lehet, hogy Budapest belváros utcáin éjszaka lehet szemetet szedni, mert a kocsi se zajong, a kukás felépítmény sem zajong. Tehát vannak ilyen lehetőségek, tehát e felé mozdulunk, a kamion résznél megint, nyilván nem a 800 kilométeres hatótávról beszélünk, amit majd dízel tud, durva, vagy 1000 kilométer, uh-huh, hanem vannak olyan feladatok, és elég sok olyan feladat van, ahol 150 kilométeren belül megoldható, például nagy gyárak közötti logisztika, vagy egy városban lévő éjszakai kenyérterítés, meg különböző logisztikai feladatok, uh-huh, ezeket mind meg lehet oldani, és nem szennyezem a várost, és csendesen megyek. Tehát ezekbe az irányokba kell elmozdulnunk, nyilván van konkurencia, lesz konkurencia a jövőben, legyen jobban nekünk erre, és saját szempontunkból vigyázni kell, hogy ne maradjunk le a fejlesztéssel, igen, hanem haladjunk. Tehát ez a szakmai rész. A másik rész a lelki, igen, szolgálati rész, hogy továbbra is plantáljunk gyülekezetek, az olyan falvakban, és mi Erdélyre vagyunk szakosodva, magyar nyelvű, nyilván magyar nyelvű cigányokról beszélek, ahol erre szükség van, és ezt nekünk csinálni kell, mert Isten adta kötelességünk, hogy ezt csinálni kell, és végezni. Nagyon hűséges, jó munkatársak vannak, tudjuk is ezt tenni, építjük folyamatosan az újabb és újabb imaházakat, hogy legyen nekik hova menni, mert különben nem tudjuk megfogni a gyülekezetet, hogyha nincs hova menni. Tehát ezekben kell, és a gyerekeknek az oktatása, ez a bizonyos after school program, amiről az előbb említést tettem. Tehát ezek a legfontosabb irányelvek. Nagyon szépen köszönöm, és azt kívánom, hogy tényleg Isten áldása legyen továbbra is az életeden, úgy a világi munkán, az ottani fejlesztéseken, a munkatársakkal való együtt dolgozásban, mint ezen a misszión is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, Kőszegi Dániel volt a vendégem ebben a beszélgetésben, akit Isten arra hívott el, hogy miközben saját üzletét építi, saját keze munkájából él, másoknak is munkát ad, az Isten missziójában benne legyen. Őt éppen a cigányok felé, különösen is Erdélybe hívta el a mindenható Isten. Kedves nézőink, ön felé fordulok most, és nagyon személyesen szeretnék önnek szólni arról, hogy ha hallotta azt az igeverset, amivel ezt az egész beszélgetést, ezt a mai műsort kezdtem, akkor ott arról volt szó, hogy Jézus Krisztus imádkozik a tanítványokért, nem csak az akkoriakért, hanem a maiakért is. Én értem és önért is, hogy az Atya Isten ne a világból kivegye, hanem a világban megőrizze őket, bennünket. Abban szeretném önt bíztatni, hogy ezt az ön életével is meg tudja Isten cselekedni. Jöjjön oda ehhez az élő Istenhez ön is. Adja át az életét. Isten képes az ön életét is formálni, átalakítani, vezetni, és önt felhatalmazni, kiképezni, elküldeni szolgálatra. És ezt Isten úgy teszi, hogy nem kiragadja, nem elkülöníti ebből a mai társadalomból, nem valamiféle más szférába helyezi, hanem élhet ön is itt, ebben a helyzetben, ebben az időben. Még az is lehet, hogy ugyanabban a munkában, hivatásban, amiben most benne van, vagy valami másban, az emberek között, de közben úgy, hogy Krisztus kezében ön eszközzé válhat.
Mindez azzal kezdődik, hogy az életünket szükséges átadni az ő kezébe. Hadd legyen ő az ura, hadd legyen ő az irányítója. És akkor ő lesz az, aki kézbe veszi az ön életét és használja egy Istennek tetszőbb világ és működés érdekében. Kívánom, hogy ez így lehessen. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk voltak a Keresztmetszet mai adásában. Figyeljék majd legközelebbi adásunkat is, akkor ismét érdekes életpályájú embert fogok hívni a stúdióba, hogy mély interjút készítsünk vele, hogy tanulhassunk. Viszontlátás!